Szeretnék őszintén, tabuk és szégyenérzet nélkül beszélgetni a szexről. Sziasztok, Poli Lili vagyok, az Ébredő Szexualitás blognak a szerzője, és mai vendégem újra Horecki Marci, mert hogy az előző beszélgetésünkkor annyi minden bennünk ragadt, és annyi mindent szerettem volna még kérdezni tőle, hogy úgy döntöttünk, hogy még egy videót felveszünk nektek. Marci, az előbb kértem tőled tanácsot, és az szerintem tök jó volt, hogy az előbb panaszkodtam, hogy görbe vagyok ezeken a képeken, és ugye nőiességemhez hozzátenne az, hogyha szépen ki tudnám húzni magam, és mondtál rá egy nagyon jó tippet, hogy hogy érdemes. Nem tudom, én legalábbis így azt, hogy így mutattam, hogy így kihúzni magunkat, vagy így egyenesre. Tehát hátra húzni a vállakat, egyenes tartás, elegánsan. Egy királynő. Mint egy királynő. Igen, a női körcsoportokban ezt is tanítjátok egyébként, hogy hogyan ülj szépen? Ezt is kifejezetten nem, de nagyon érdekes, mert hogy a női körön én nem gondoltam valahogy így korábban ezek a dolgok így működnek, hogy összejön egy csapat. És vagyunk ott, voltunk mondjuk 10 a női körön most legutóbb, és olyan érdekes, hogy a térben megnyílik valami energiatér, és amit az egyik tud, azt valahogy öntudatlanul megtanítja a másiknak. Tehát ilyen minőségeket adnak át. Például volt olyan, hogy az egyik lány egy ilyen nagyon szenvedélyes lány volt, és a másik meg így mondta, hogy ő inkább ilyen rendrakós típus, meg szalvétát így csíkra hajtja, meg stb. Meg ilyen gondoskodó, és valahogy ott a tanfolyam végére, a hét alkalom végére így mondta, hogy az egyikük, hogy jé, ő most már így érzi, mi az a szenvedély, pedig csak beszélgettünk, gyakorlatok voltak. Csak figyelték egymást, nem? Vagy írásos feladatok voltak. Persze volt olyan is, amikor ilyen mozgásos feladatok, meg ilyenek. És előfordul, de ilyen hihetetlen, hogy mi mindent meg tudunk tanítani. Vagy volt erre is példa, hogy átérhetünk az orgazmus témájára? Átérhetünk az orgazmusra. Itt tök jó példa volt egyébként. Egy hölgyel készültem egy tréningre, és mondta, hogy szeretne, hogy tehát eneagram meg a szexualitás együtt, hogy tud működni a kettő. Az eneagram, az a személyiségtípusok kapcsán, illetve a szexualitás, mert hogy ez is nagyon hasonló, hogy amilyen személyiségtípusok vannak, ugyan nagyon hasonlóképpen működik a szexualitásuk. És hát én nagyon sokat beszélgettünk, tehát a szexualitás az én témám volt, tehát én mondtam hozzá, hogy milyen tapasztalatok, milyen meglátások voltak így a párkapcsolati kurzusok kapcsán, vagy a önismereti programok kapcsán. És akkor mindig így kérdezett engem az orgazmusról, és hogy hát ő házasságban él, de hát hogy persze minden oké, de ő annyira így nem kívánja a szexet, meg persze jó a közeledés, meg stb. És ahogy ott beszélgettünk, hogy működnek a dolgok, milyen a szexualitás, hogyan lehet megélni, milyen bűntudati minták lehetnek, amit hozunk mondjuk gyerekkorból, anyáinktól, nagyanyáinktól, amit így hallottunk, stb. És ahogy beszélgettünk, hát ez ilyen 4-5 alkalommal készültünk, tehát hogy találkoztunk minden egyes alkalommal, és mondja, hogy fú, képzeld el, most mikor szeretkeztünk a férjemmel, és annyira jó volt, így kívántam. És akkor mondta, hogy jó. Aztán legközelebb is beszéltek, és mondta, hogy most egyre többet kívánja a szexet. Tehát mi csak beszélgettünk a témára, hogy abban a térben, ahogy ott ketten ott, ami elhangzott, vagy kérdezett, én válaszoltam, hogy oda-vissza, hogy ez így megnyílt. Csak legközelebb az volt, hogy ilyen még vele nem történt, és elmondhatja, hát mondom, persze. Képzeljem, 4 orgazmusa volt egy szeretkezés alatt. Na, nagyon király, most így kell ezt csinálni. És büszkén mesélt egyébként? Büszkén, nagyon büszkén. Na, szuper. És hogy nem, de pont a szexualitás szerintem egy olyan téma, hogy sokan így félnek róla beszélni, meg hát nem illik róla beszélni, meg tamu téma, de ha beszélünk róla, és nem azt jelenti a beszélni róla, hogy kibeszélem a másikat, hanem én beszélek arról, hogy én mit élek meg, én mit érzek, mi történik velem, mit gondolok közben. Ja, a fejemben vagyok közben, a szeretkezés közben, nem a testemben. Ja, ezért nem élvezem, mert azon gondolkodom, hogy ó, vajon mit gondol, vajon jó a hajam, vagy mit tudom én, le van a szörtelenítve a lábom rendesen, vagy mit fog gondolni a férfi, vagy fordítva a férfi is azt gondolja, hogy azt gondolhatja, hogy mesélték ezt is tréningeken, hogy igen, hogy azon jár a feje, hogy fú, most ő elég férfiasa, vagy a nőnek jó-e. Tehát, hogy a helyet, hogy benne lenne. Annyi ilyen van. Nekünk most az volt az egyik issú, egyik ügy, hogy a srác új partnerem volt, és nagyobb pénisze van, mint amit megszoktam, és fájdalmat okozott, és konkrétan véreztem utána. Aha. És a következő alkalmakkor így egyfolytában ezen pörgött, hogy úristen, ő fájdalmat fog nekem okozni, és nem is állt fel neki. Aha, na, és ezek már ez egy olyan blokkoló tényező, vagy egy olyan tényleg dolog, vagy tényleg, amikor az intimitást éljük, vagy a szexualitást, akkor vagyunk a legsérülékenyebbek igazából. És azért fontos szerintem,
hogy merni bátran belemenni egy adott helyzetbe, vagy megbeszélni a másikkal, hogy fú, drágám, nekem ez most jó volt, nem volt jó, vagy ezt kérlek, csináljuk még egyszer, vagy fú, az nagyon jó volt. Csak így fokozottan nehéz, hogy akkor vagyunk a legsérülékenyebbek, és akkor még beszéljünk is róla, nem? Igen, mert ezzel viszont, ha beszélünk róla, akkor lehet oldani. Tehát amit esetleg megéltünk, kellemetlen élményt, vagy jó élményt, tehát mind a kettő jó lehet, hogy beszélni erről, elmesélni. Mert a másik meg nagyon-nagyon szép visszajelzés lehet, tehát hogy nekem nagyon sokat dobott mindig a kapcsolataimon, a kapcsolatomon, hogy amikor így átbeszéltük, hogy fú, ott akkor ezt éreztem, és a forróság elöntött, vagy nem tudom én, átrázott, nem tudom, és akkor a férfinek az olyan jó visszajelzés volt. És akkor így meg hát szerintem ez mindenképpen jó, tehát nekem is, mikor látom, hallom, hogy mi történik a kezeim alatt, vagy ilyesmi. Tehát akkor tudjuk, hogy a másik mire fogik, hogy mi esik neki jól, mit szeret, mivel tudjuk fényeztetni. Azt jelítom, hogy neked van erre valami módszere, úgyhogy most megkérdezem, hogy valami jó gyakorlatot, hogy hát szoktunk azzal küzdeni, hogy valami nem úgy szeretnénk, ahogy csinálja a párunk, de egy ezt nagyon szeretném jelezni, de ha meg azt mondanám, hogy figyelj, ne így csináld, akkor az már azt jelzem ezzel, hogy ő rosszul csinálja, nem jó, amit ő csinál, nem jó ő maga sem. És hogy lehet ezt kíméletesen közölni, hogy nem tudom, én erősebben harabd a csiklómat, vagy ne olyan, nem tudom, ilyeneket. Aha, amit én erre gondolok, hogy az EMK nagyon jó módszerrel dolgozik, az erőszakmentes kommunikáció, hogy nem azt mondja, hogy te ezt és ezt csinálod, és ezt és ezt rosszul csinálod, hanem én így is így érzem magam közben. Tehát kétféle dolog jutott egyébként rögtön most eszembe, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy az egyik majd egy gyakorlat lesz, hogy a másik majd egy egyszerű kommunikáció, hogy megmondani, hogy fú, nagyon jól esik, de drágám, amikor kicsit erőteljesebben harapod, akkor az nekem még nagyobb gyönyörűséget okoz. Vagy így tényleg így jelezni, vagy így megmutatni, vagy... Igen, tehát ez nagyon, nagyon érdekes, hogy merjük-e mondani, vagy nem merjük-e mondani. Tehát, hogy így, és szerintem nyugodtan meg lehet próbálni, és hogyha azt mondod, hogy én ezt érzem közben, amikor te ezt csinálod, de hogyha, mit tudom én, másképp csinálod, erősebben, vagy gyengédebben, nekem is úgy szokott lenni, hogy így szólok, hogy ne úgy markolj már a mellemet, mert konkrétan leszakítom, hanem így lágyabb, vagy finomabb. Vagy valami, megfogom a kezét, és megmutatom. Vagy oda vezetem a kezét. És nagyon érdekes, mert egyszer volt, hogy tudom, ilyen, pont így, hát ez egy ilyen önismereti tréningen beszélgettünk, tehát a beszélgetés része, hogy csak a férfi, tehát férfiak, nők voltunk vegyes, és a férfi elmondta, hogy hát a nőnek tudnia kellett volna, hogy akkor ezt és ezt kell csinálni, vagy nem tudom. És akkor mondom, hogy kommunikáció, tehát ez a... Honnan kérdezik? A könyvből, a tévéből, vagy gondolatolvasás, vagy ez a... És ugyanígy én sem várhatom el, hogy megérezze, hogy ezt én erre vágyok, mert honnan tudná, hisz neki teljesen más teste van, mint nekem. És van még egy nagyon izgalmas gyakorlat, ez páros kurzuson pároknak meséltük, és imádták. Tehát van egy olyan feladat, hogy amire nagyon vágysz. Tehát van egy mondjuk mozdulat érintés, hogy vágynál arra, hogy te megkapd, hogy mutasd meg a párodon. Tehát csókold meg úgy, ahogy te szeretnéd, hogy ő megcsókoljon. És akkor megcsókolod, akkor ő visszacsinálja. Akkor utána ő csinálja, tehát ott csókold meg, ahol ő szeretné. És akkor így oda-vissza. Így lehet megmutatni az erogén zónákat, vagy a titkos vágyakat. Például szerintem olyan dolog, hogy... És még valaki, kimondani valaki, se kell. Van, aki vágyik arra, hogy fú, mit tudom én, a lábujját szapogassák, vagy a nem tudom én micsodát, a mellbimbóját kényeztessék, vagy bár mindenkinek egyedi, tehát hogy mindenkinek vannak fantáziái, amire így vágyik, aztán lehet, hogy utána kiderül, hogy ú, ez annyira nem volt jó, ezt akkor ne csináljuk többet. De ez olyan, hogy a puding próbálja az evés, és így egyszerű bordásfalon, hogy fú, próbáljuk ki bordásfalon, aztán utána, ó, drágám, ez annyira kényelmetlen volt, máskor nem. Mondta, hogy igen. És mindeneket van arra ötleted, hogy amikor ezzel a sráccal megtörtént, hogy fájdalmat okozott nekem, és véreztem, és amikor erre rájöttünk, akkor hogyan tudtam volna ezt a helyzetet tompítani, hogy ne okozzon neki akkor a törést, mert én igazából hamar begyógyultam, és onnantól így túl lettem rajta, de neki nagyon komoly törést okozott. Aha. Hát esetleg úgy arról beszélni, hogy... Kicsit hangosabban jó. A szél elvisz minket közben. Elfújt a szél. Szokták mondani azt, hogy visszaülni a lóra. Aha. Tehát, hogy vele is, hogy újra belemenni, és hogy annyi, hogy több időt szállni, mert a nő, ami kitágul, tehát arra kell bizonyos idő. Tehát nem, sokszor van, hogy mondjuk a férfi hamarabb behatol, mint mondjuk a nő megnyílna, vagy kinyílna. Tehát az sok minden segíthet, hogy testet kényeztetni, az erogén zónákat felébreszteni, egyebeket. De nem is az, hogy mi volt a módszertan, ami jobb lett volna, hanem hogy a sérülés, a lelki sérülés ne legyen akkora.
Tehát hogy a kommunikáció, hogy én hogy tudtam volna neki segíteni feldolgozni ezt. Ismerősök szaladtak el a kamera mellett. Páros kurzusról egy házas párom. És csókváltás. Ez nagyon aranyos. Tanítvány üdvözlő. Szóval, hogy szerinted? Beszélni erről, tehát esetleg, tehát hogyha vagy te érzed, hogy át tud őt vinni ezen a hídon vagy a folyón, tehát leülni és megnézni, hogy miért okoz ez benne, mit érez, miért gondolja azt, hogy neked ez ilyen szörnyű, vagy ő miért gondolja azt, hogy... Tehát, hogy kicsit beszélni erről, tehát így, hogy átbeszélni, megbeszélni, feloldani, kioldani. Mert az is nagyon sokat tud segíteni. Most másikféle példát fogok mondani, vagy mutatni, hogy általában olyankor, amikor megerőszakolnak embereket, akkor a pszichológus mindig beszélteti. Tehát akit a trauma ért, az beszéltetik, újra és újra átbeszélik. És amikor átmegy rajta, akkor feloldódik ez az egész. És úgy lehet, hogy neki is, hogy erről így beszéltek, átbeszéltek. De mondd meg neki, hogy nem gyötörni akarod, hanem ez róla szól. Most ez tök jó még hozzátenni, igen. Igen, tehát hogy ez miatta, hogy tehát neked ez nem fáj, csak hogy mondja el, mert nagyon érdekes, hogy csomó dolgot bent őrzünk, nem merünk kimondani, így szégyeljük. És lehet, hogy előjön egy olyan dolog, hogy gyerekkorában, mit tudom én, valahogy verekedtek, és vér, vagy bármi. Sose lehet tudni, hogy mi kapcsol benne, vagy azt mondta az anyukája, hogy kisfiam, te ilyen vagy olyan voltál. Bármi lehet, ami benne ezt bekapcsolja. Tehát főleg, hogy ezt a mosolyogva mondod, hogy semmi baj, meg nem. Tök jó. Jó van, köszönjük. És most meginspiráltál megint valamire. Azt találtam ki, hogy mi lenne, hogyha ti nézők adnátok nekünk kérdéseket, leírnátok nekem akármilyen problémát, amivel ti küzdötök, és megkérdezzek egy szakértőt, hát ha tud valami jó tanácsot adni rá. Úgyhogy írjatok nyugodtan kérdéseket, és akkor majd megkeressük rá a megfelelő személyt, aki választott. Tartsatok velünk egy hét múlva is. Sziasztok!